Most jó estét, de egy ilyen suliba voltam egész nap, képzeld, a Gergő elküldött, hogy ilyen iskolába kell megint járnom, hogy ilyen rémálom az meg. Jézusom. De ízé akarok lenni, ilyen erdélyképviselő. Ja, és azt lehet még ilyen öregen? Ebben a korban még azt lehet? Annyira nem vagyok még öreg, az meg. Ja, nem úgy értettek ilyenek. A jó erdélyképviselő holtig tanul, ez a Gergő álláspontja, ezt nem én mondom, a Gergő mondja. Én meg adok ennek egy esélyt. Ahhoz, hogy politikus legyen, tényleg muszáj iskolába járni, Gergő, nem lehet téged erről lebeszélni valahogy? Figyelj, annyi buta politikus van ott, ez a Németh Szilárd, érted? Azt mondja, sikeres politikus, és tök hülye. Vagy igazából majd, hogy nem, én azt hittem, hogy az egy kritérium lenne, hogy ne legyek okos. Majdnem, hogy azt hittem, hogy annyi ott alkalmatlan is vagyok valahol. Nem baj, hanem megyek több gender órára például, vagy... Na, voltál? Voltam. Ez így jó volt, volt értelme, hasznos volt. Az tök fölizgatott, igen, de igazából amiben igazán magamra találtam, az ez a patafizika volt. Tehát ott, te se értettél egy szót sem, mi? Nem, de ez tetszett. Beabszintozva, biciklizem rendszeresen. Abszint, de annak nem szeríze van. Most ezt tanultam, ezt most igazából... Ja, hogy ilyeneket kell tanulni? Lelkismer... Ne, hát persze, hát, ami téged ér hatás, azt fel kell dolgozni. Hát ez kurva jó. Hát ezt mindenképpen ki kell próbálni, én meg tudnám csinálni. Igen? Ezt a biciklizést. Nem, nincs kedved megcsinálni. Dehogy nem, beabszintozok és biciklizek. Az a baj. De a politikában nem akarsz visszatérni? Nincs kedved indulni megint ma? Most lesz egy csomó ilyen választásunk, Európa parlamenti választás. Azon most már ne indulj, mert az én akarok lenni. Ja jó, miket lehet még választani? Meg a Zsolt, meg... Hát például lehetnél ez a főpolgármester. Főpolgármester? Az menő, nem? Ez tök jól mutatna a CV-ben. Hát az kibaszott jól mutatna a CV-ben, hogy te vagy az főpolgármester. És melyik város? Egész város, te irányítanád. Egy feltétellel, hogyha nem nagyon kell érte csinálni semmit. Nem kell, semmit. Most ez a Tarlós István a főpolgármester, tudod? Az a pocakos. Találkoztam vele. Ki, mint egy ilyen spanyol inkvizitor. És mi van, ő nem jó? Tehát, nagyon jó, de nagyon jó, nagyon jó. De kéne egy még jobb. Ja, hogy frissüljön a dolog. És ez lehetne, igen. Jó, igen. Jó, mert azért, mert a Puzsér a másik, aki jelentkezik erre a posztre. Szerinted ő jó lenne? Aha. Ő is jó lenne egyébként. Te lennél jobb vagy ő? Hát én azért jobb lennék. Igen? Ő hajlamos egy kicsit. De úgy volt, hogy te a legrosszabb vagy, nem? Hát igen. Nálam még a legrosszabb is jobb lenne. Hát az biztos, persze. Igen? Próbáljuk már ki. Jó. Van hozzá biciklit, biciklivel vagy? Nem. Autóval, de nálam kérek egy abszintot. Amúgy nem szokott a főpolgármester előtt beabszintozva kocsikázni. Hát nem megyek el kocsiba. Csak ha az állami érdekek megkívánják. Nem, a kocsit azt itt hagyom, itt lakom nem messze. Csak most értem, de ha az állami érdek azt kívánja, akkor bármi belefér, nem? Hát hogyha azt kívánja, akkor persze. Az állami érdek azt kívánja, hogy fel kell robbantani egy sünt. Mondjuk egy sündisznót, akkor... igen. Hát erre gyakran van szükség az államban. 1938-ban az Egyesült Államok abban a helyzetbe került, hogy a kínai és az orosz szovjet politika miatt muszáj volt egy sünt felrobbantani, ez nem lehetett erre. Tényleg? Abszolút, volt ilyen, több ilyen sűrrobbantás volt már. Hát nem lehetett máshogy megoldani. Arra nem olyan könnyű. Ilyenekre társadalmi támogatást szerezni, hogy sünt felrobbantás, az rohadt nehéz, pedig nagyon fontos. Melyik az abszint? A zöld ott a fekete mellett jobbra egy ilyen. Elég ijesztő. Kipróbálná, hogy ez lehetséges-e. Ja, simán megcsinálom. És akarod felülmúlni? Jobb lenne felülmúlni, mert ugyanazt megcsinálni az ismerő. Persze, forgalommal szembe, beabszintozva, kész használata nélkül biciklizni, úgyhogy közben a fülhallgatódon hallgatsz valami jó zenét. Igen, és az egyik kezel telefonálsz, a másikkal meg cigizel. Cigit tekersz. Cigit tekersz. Egy kézzel, a jobb kézzel? Ha népszerű politikus akarsz lenni, akkor valószínűleg ez elkerülhetetlen. Abszintot szeretnék kérni. Te is iszol, Szuzi? Én köszönöm, nem. Nem, te egyáltalán nem iszol. Most is kérek, köszi. Nem. Ezért, hogy csak ilyen másik vonalbeli politikus. Azt mondtad, hogy te akarsz bevinni. Nem, azt nem mondtam, csak hogy meg tudnám csinálni. Ez nem zöld, ez türkisz. Igyál már, te is igyál. Nem, nekem nincs kedvem. De menj már a faszomba, te vettél rá, hogy ezt kipróbáljam. Tudom, de nekem nincs kedvem. Igazából akkor még azt hittem, hogy iszom, aztán eszembe jutott, hogy jaj, motorral vagyok, és akkor így mondom, ó, hát akkor nem ihatok. Ja, ez miért kell? Ez miért kell meginnom? Azért. A Gergő miatt. A Gergő miatt, jó. Tök jó amúgy, tök jó, ilyen mentolos.
Egyébként a Van Gogh is abszintozott. Igen, tudom, akkor levágta a barátjának a fülét. Igen. Ja, nem a sajátját, igen, a saját fülét. Ja, igen. Hadd is, vág már le a fülem, bazd meg. Bocs, nincs. De várjál, nem az a kettő. Nem, 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 vág már le a fülem. Kurva jó lenne. Ez olyan lennék én is kicsit, mint a Van Gogh. Jobb lenne felülmúlni. Sőt, hogy lehetne jobbnak lenni, mint a Van Gogh, hogy mind a két fülemet mondjuk levágod. Mert a Van Gogh az egy fülét vágta le. Ez nem annyira nagy kunszt. Na, megvan a kés. Akkor ezzel... A füled? Hogy a Gergő azt mondta, tudom, hogy neked nem ezt mondta. Várjál, mondd már végig. Hogy esetleg lehetnék én is LP képviselő, tudom, hogy te akarsz lenni, de akár én is lehetnék, ha okosabb lennék. Szóval azt mondta, hogy végülis szerintem ezzel azt is mondta, hogy te eleve elég okos vagy, én meg annyira nem. De én ezt elfogadom, mert azt mondta, hogy ha járok a népfőiskolás órákra, akkor van esélyem. De nem rúgtak ki? Kirúgtak, nem? Az első óráról kirúgtak. Jó, de ez még nem jelent semmit. Ez semmit nem jelent. Na. Nézd meg. Halló, halló, szkúzze, mohá, szkúzze! Jó, mindegy, a... Kérek egy fogpiszkálót.